Ez itt a GRDG Podcast, és én Fanni vagyok. Én Api vagyok. Én Pisti vagyok. Én Krisz vagyok. Oh yeah! Visszatértünk, éppen az EFOTON vagyunk. Ha ezt a videót látjátok, éppen az EFOTON vagyunk. Éppen a 40 fokban rohadunk, valahol biztos, a Velencei tó mellett. Nem viszunk ilyet az EFOT mellé, hogy van. Uff, kezdődik. Ez itt a 94.8 GRTG Rádió. Api, Pisti, Krisz és Fanni. Lovagoljunk most a podcast hullámokon. Hajt, hogy elvigyen a gyönyör. Szólj a szomszédnak, hogy nyomja ki a Balázsékat a rádiós magon. Most a podcast istenek beszélnek. Ez itt a GRTG Podcast 6. évad. Get down. Ooh, yeah. Yeah. Szerbusztok, srácok! Ma amúgy nagyon sok mindennel készültünk nektek. Egy, az első dolog, amivel kezdeni fogunk, hoztunk amúgy, rendeltünk Zord italt. Ezt a Balázs Kicksből lehet amúgy rendelni. Ezt 2 hete rendeltem amúgy a srácoknak, emlékszem, én adtam le a rendelést. Igen. Ez 2 hete megérkezett, és itt van a stúdióban bontatlanul 2 hete. Szerintem kellemesen összeértek már benne az ízek. Kicsit lehet szellőztetni kéne, mint egy jó bort. Én majdnem mondtam valami más, mint amikor így tudod, kicsit szellőztetni, széthúzol egy ilyen segget, tudod, és így kicsit szellőztetni kell, amikor ezt így kibontod. Na mindegy. Meglátjuk, mégre hasonlít az íze jobban. Illetve hoztam egy Monster assaultot nektek. Hoztam egy Monster assaultot is nektek, mert mondtátok, hogy amúgy ti még nem ittatok Monster assaultot, nem? Krista, azt hiszem, te már ittál. Pisti? Szerintem én is, hogyha ilyen volt régen, nem? Ez volt a Call of Duty is. 2015-ben volt Monster assault itthon amúgy. Te még akkor általános iskolás voltál. Te akkor még meg se születtél. Egy kósza gondolat sem voltam. Ja, vannak itt ilyen dolgok, amiket szoktak ilyenkor mondani, de inkább ezeket most így elengedtek. Te kibontottad? Ki? Mango illata. Mango loco. Pedig Tropic Thunder Mango Passion Lemonade ízű. Ez egyetlen íz, ami létezik. Rapid Hydration, ha megiszod, egyből átlátszót pisálsz. Egy korty, Zord. Ezt még nem muszáj még kijönteni. Én ki akarom önteni. Jó. Szeretnéd látni a színét? Áttetsző. Oh shit, szinte nem. Egy napon belül el kell fogyasztani, úgyhogy fel a garatra. Egy napon tegyem, hogy ezt igen, van ilyen kis menős. Nézzük, miért nem az a neve, hogy Prima? Pókemberes. Ha már egy Prime kopi, akkor miért nem az a neve, hogy Prima? És lenne rajta egy ilyen betyár. Na, szóval. Illatra mangó, olyan illata van, mint egy mangós üdítőnek, tényleg. Ízre. Ja, hát amúgy nem rossz. Engem jobban lekötöm amúgy a Spider-Man-es pohár. Lehet a Spider-Man-es pohár mondatja ezt felem, de amúgy azt hittem, hogy rosszabb íze lesz. Én azt hittem, hogy jobb lesz. Az is számít egyébként, hogy miből iszod. Szar. Befolyásolja az íz élmény. Azt, ahogy Isten szar. Teremtette, úgy kell megkóstolni. Ez egy szar. Magából a héjból. Na jó. Ugyanolyan íze van. Nincs akkor a flash-e, mert nem pókembers. Nekem így lazább íze van, tehát így menőbb. Így jobban ilyen deszkásnak érzem magam, hogyha ebből iszom. Köszönöm, Krisz 10 per mennyi szerinted? 3. Pisti? 4. 5. Fanni? 1/5, aha. Egy 5-ös? Mid. Mid. Az a helyzet, hogy ugye itt mondja itt a hátulján, hogy ez 10% kókuszizet tartalmaz, és azt érzem. Tényleg olyan. Azt nagyon érzem benne. Azt igen, meg egy kis, kis édesítőszert. Ugyanazt a mangó aromát érzem, mint a mangós helnél, és azt sem szeretem. Ilyen multivitaminos mangó. Tehát, hogy amikor mondják, hogy de nagyon finom, én azt tudtam, hogy ez nem lesz, de én ennél sokkal rosszabbra számítottam, szem jobb, mint egy Prime. És a Prime-ok szem nagyon rosszak voltak. A Prime-ok amúgy elég rosszak voltak, de a Prime-ok túl édesek, nem? Igen. Túl cukros? Ez nem vagy... annyira... Hát, ja, nem cukros. Nem cukros, csak túl van minden ízélve. Na jó, ez volt Zord. Természetesen le is szarom, hogy ízlett nektek amúgy. Nincs szponzorálva az adások. Ott az a Monster assault. Aha, most azt fogjuk tolni? Én ezt kicsit felütöm ezzel az Zorddal. Kicsit nézzük, hogy milyen ez a kombó. A Monster assault is magába kell amúgy inni szerintem. Mire iszunk? Ezt iszunk. Micsoda? Mi a nagy ünnep? Milyen hangja volt, barátom. Pénteken. Fanni, add a pókemberes poharat. Megittad? Gob. Adjál te is egyet. Por favor. Kóla illatú. Ebben még van? egy kicsit, hogy csöcsből. Kíváncsi vagyok, milyen a Zord assault kombót. De most meg fogsz lepődni, nem
Ez az szagult, ez egy merész. Nem Pepsi, nem Coca. Igen. Drinki kóla illatú. Pont ezt beszéltük, de akkor most te, amit megbeszéltünk, srácok. Ja, sexual assault ízű monster, ezen kell most nevetni. Én másodjára nem nevetek ezen a poénon. Pedig megígértétek, hogy ha... Az a baj, hogy így adás előtt amúgy találkozunk körülbelül egy ilyen fél órával, órával, és elkezdünk beszélgetni a témákról, amik lesznek, és hogy ez nem egy egészséges dolog. Úgy kéne csinálni, hogy ez tényleg egy munka. Bejövünk, addig kusban vagyunk, csak így bólintunk, hogy bemegy a felvétel. Minden egyes szó elpazarolt. Tehát, hogy inkább iszom a szóultot. Lehet hallani, hogy... Igen, igen. Hogy isznak a kis drága? Audiovizuális élmény. Te nem? Te hogy fogok a sóultat inni? Nem. Már se kínáltak, mert tudom, hogy... Van még olyan íze van, mint a Chupa Chupsnak, ami a Chupa Chups Coca-Cola belseje, az a rágó, ami benne van. Igen, csak színesavas. És ízlet nektek? Na, 10 per hányos a... Hát ez is egy 5-6. 5-6? Mm. Ez szerintem jobb, mint a Zord, de... Igen, tehát egy Zord plusz 3. De nem akarok 8-as mondani, mert azért ennél vannak sokkal jobb monsterek. Aha. Én inkább levinném a Zordot 3-ra, és erre azt mondom, hogy 6. Na. Ja, de valószínűleg jobban szétbasz, tesó. Fanni? Míg a Zord az 5, szerintem ez egy 4. Neked kevésbé ízlet. Szerintem olyan, hogy nekem a kólás íze van bajom amúgy. Szerintem nekem olyan érzésem van ettől, hogy ez egy tök jó, ilyen kis papírpohárban király volt, de egy fél liter meg kéne innom belőle, az a problémám lenne. Igen. Nekem is ez egy ilyen 0-3-as doboznyi, hát mert kóla nyilván, tehát hogy én a kólát ezt azzal azonosítom, ez sok lenne. És ez tele van koffeinnel, mint az állat? Hát ez ugyanannyi, mint egy rendesen egy energy. Monster koffein. Na hát amúgy van a más témáink is a mai napra, mint a kóstolások, sőt igazából vannak témáink, mert még egy témánk nem volt, még csak a nagy drinkelés volt. A nagy drinkelés. The big gulp. Hatalmas. Igazából ez az adás arról fog szólni, amiről amúgy általában a podcastünk szól, és ez a szeretet és a szerelem. Az első témakörünk az az, hogy... Általában erről szól. Igen, ez egy ilyen családi műsor, és az első témánk az, hogy itt nagy elmélkedések a pisztoárban az volt, hogy mi lenne, hogyha a házasság az nem egy határozatlan idejű szerződés lenne, hanem egy határozott idejű szerződés lenne, és hogy ez hogyan változtatna amúgy a társadalmon. Aha. Tehát, hogy nem míg a halál el nem választ, hanem fix 5 év. Aha, vagy fix 10. Megújítható. Ja, 5-10 év. Elmondom, fiam, nézők is hagyd tudják, hogy mi volt az eredeti koncepciónk amúgy ezzel kapcsolatban. Megházasodsz, fix 10 évre szól, és a 10. év végén mind a kettőtöknek azt kell mondani, hogy igen, szeretném megújítani újabb 10 évre amúgy a házasságot. Igen. Ha az egyikőtök azt mondja, akkor ugye, hogy egyikőtök nem akarja, akkor így vége az egésznek, mindenki akkor így ketté válik, és akkor így mindenki megy maga útján tovább. Miért lenne ez jó, szerintünk? Összességében azért elég magas, mindig szoktad mondani, hogy mekkora a válási arány, valami 50% környékén van. És az, hogyha egyszerre lehetne nagyobb, és egyszerre lehetne kisebb is ebben az országban amúgy ez a válási arány, mert hogy amúgy egy csomóan szerintem azért nem válnak el, mert szociális nyomás, hogy így milyen már, hogyha a faluban azt mondják rólam, vagy a családom azt mondja, vagy bárki azt mondja, hogy elváltunk. Uh-huh. A másik verzió pedig az, hogy meggondolatlanul tényleg, nem tudom, 10 évesen szerelmesek, azonnal házasodjunk össze, aztán utána bejön az élet, csomó dolog történik, és igazából azt nem tudom, hogy 5 év múlva hol leszek, és mégis ugye nyilván ilyenkor rá kell burintani arra, hogy amúgy 30-40-50 év múlva, hogy hol leszel. Uh-huh. És hogy ezek amúgy ilyen nagyon nagy, tehát egy nagyon nagy döntések, és hogy pont ez, hogyha egy ilyen fix házasság lenne, ahol mindig újra meg lehet újítani, akkor nem csak az alapvetően az esküvőnél mondjátok ki az igent, hanem sokkal szebb az, hogy minden 10 évben ti újra eldöntitek, hogy egymással szeretnétek még 10 évet, és minden egyes 10 év után tudjátok azt, hogy 10 év, aha, az mit jelent. Ja. Ezt valaki alapból csinálja, hogy megújítja a fogadalmat egyébként, tehát hogy minden 10 évben mondja. De hogy ez inkább nem ilyen szimbolikus. De hogy itt viszont törvény szempontjából inkább az a kérdés. Szerintem a szimbolikus is tök jó, maga az, hogy ez szabály legyen, az is, az nekem ugyanazért tetszik, mint hogyha szimbolikusan csinálná. Tehát hogy amúgy ez tök király, amikor mondjuk már a haverodnak ne feltétlenül kell mindig ajándékot vinni, érted, mert amúgy, tehát hogy... Nagy buli, tehát ennyi, csak egy bulit rendeztek, nem kell. Házasság megújító buli van. De az viszont az nagyon király, igen, hogy verettek egy ugyanolyan partit, és van mindig apropó összehívni 10 évente a haverokat, amúgy ez tök király. Meg amúgy most abban is gondoljunk bele, hogy például
a szüleidnek mondjuk ott lehetsz az esküvőjén például, a 80. nem tudom, hogy 80 éve nincsenek együtt, de mondjuk a 30. évfordulójuk, ha mondjuk ott vagy, az egy ilyen tök, tehát ez is, azt is meg tudod élni, mert hogy általában nem élsz a szüleidnek még a esküvőjén, hogyha a keresztény családban nőttél fel, és ha megházasodtak a szüleid, akkor van rá esély. Kevés. Igen. Tehát Magyarország egy keresztény ország, ahogy mondtad, és szerintem ütközne. Tehát egy egyházi esküvő is csak egyszer lehet. Vagy államilag? Tehát egy csak állami részét? Hát valószínűleg igen. Tehát nézzük. Én nem mondanám azt, hogy magát annyian kötnek amúgy korlátlan esküvőt a templomban, ahányan szeretnének. Tehát az egy vallási dolog. De az, hogy két ember összeköti papírnak. Ez olyan, csak mint amikor feliratkozol érvényes. Valahova, ez olyan, amikor feliratkozol valahova, és akkor feliratkozhatsz úgy tudod, hogy így unlimited time, tehát hogy így amíg vissza nem vonod a feliratkozást, vagy fixen csak x évre ilyen fix feliratkozás. De most jelenleg csak lifetime csak, van. Igen, tehát, hogy a lifetime csomagra tudsz, és akkor meg max trial azaz, meg hogy még nem házasodtok össze. Igen. Jegyben jártok. Igen, az a trial. Aha. Csak egy nagyon rövid idő, ilyen frusztráló. Igen, 30 napon belül még lemondhatod. De szerintem amúgy milyen negatív hatásai lehetnek ennek az, hogy mondjuk ott van az a rész is, hogy az emberek nem hosszabbítják meg, és szerintem társadalmilag kisebb a nyomás, hogyha azt mondanád, hogy ja, csak lejárt a házassági szerződés, nem váltunk el, nincs semmi probléma, csak úgy így mind a ketten 10 év után más emberek voltunk, és rájöttünk arra, hogy... Hát jó, ez nagyon jó, hogyha ezt mind a ketten így éreznek, de hogyha csak az egyik érez így, akkor ez egy kellemetlen kilépő. Igen, tehát, meg utána a vége felé, hogyha mégis szétágazna az útjuk, akkor valamelyik őjük rágná a körmét, hogy hát már csak két év, már csak egy év. Tehát ugye ez annyira rossz. Hát jó, de most... Tehát hogyha úgy érzed, akkor azonnal bontsd fel, hogyha meg nem, akkor megújítsd meg. De szerintem mondjuk... az a megújítás, hogy benne maradsz. De az van Fanny itt, hogy sokan most is rágják a körmüket, és csak nem a szerződés lejáratát várják, hanem azért majd legyen vége az egésznek, mint az életnek. Tehát, hogy így sokan nem válnak el amúgy, és benne maradnak egy rossz házasságban akár 20-30 évet. Így de ez megint a te döntés. Tehát értem, hogy társadalmi nyomás, vagy éppen bántalmazó kapcsolat, vagy nem tudom, és nem mer, vagy nem tud mondjuk anyagi okok miatt kilépni belőle, de én nem azt mondanám feltétlenül, hogy nem lehet elválni. Tehát van szerződéstől elállás továbbra is. Igen. Nyilván rosszabbak a feltételek amúgy olyankor, tehát hogy akkor nagyobbak a büntetések, meg ilyenek. Kamatot kell. Ja, tehát hogy ez, de hogyha egy 10 évet nem tudsz együtt maradni egy házasságban, akkor igazából a mai napig is minek házasodtok össze? Hát csomóan csinálják így. Hát igen. Jó, de szerintem az ilyen mémből, tehát hogy így, tudod, az egy mém szerintem, amikor így valaki összeházasodik, és így 10 éven belül elválnak. Tehát, hogy így, ez egy mém? Persze. Jó mém, tesó, hát magukat mondják. Magukat megmémelték konkrétan, tehát hogy így minek kezdted el, hogyha így hát nem tudtad végigcsinálni. A tárgyaláson. Így tehát akkor maradtatok volna inkább egy rendes, mint tudod, egy párkapcsolatban, de is nem házasodtok össze, és akkor 5 év múlva vége. De hogy lehet, így... fel kellett venni a csokot, tehát ne viccelj már. Van ez az irány is. Na, hát igen, de hogy akkor lehetne egy kicsit normálisabb rendszert is csinálni a csokra is. Tehát, hogy... Teljesen más szociológiai amúgy fejlődésen kellett volna amúgy körbe menni amúgy az emberiségnek, hogy ez legyen mondjuk egy példa amúgy, hogy lehet 10 éves házasságot kötni. Viszont szerintem azt beszéltük, az volt itt az ilyen háttere ennek, hogy valószínűleg a több effortot tennének bele az emberek is a házasságba, hogyha tudják amúgy, hogy a másik 10 éven, a 10 éves megújításnál mondhatja azt, hogy figyelj, tesó, szerintem nagyon elhagytad magad, szerintem már nem élünk úgy együtt, mint korábban. Aha. Én szerintem... De ezt nem lehet egyből mondani szintén. De lehet, de nem teszik. De nem teszik. Tehát, hogy az de hát basszus, erőltessék meg. Hát értem, de az 56% hogy mennyi a vál az embereknek, és azt lehet látni, hogy azért nincsenek olyan kurva jó formában az 50-esek soha, akik házasságban vannak. Ja. És hogy itt viszont lejár mondjuk a 3. 10 év, tudjátok azt, hogy már a gyerekek felnőttek, azt tudjátok, hogy már ti nem... úgy éreztek egymás iránt, szeretitek egymást, de nem úgy. És apuka azt mondja, hogy újra beleveti magát mondjuk az éjszakába, vagy anyuka újra visszamegy a remixbe veretni, és ezért nem hagyja annyira el magát mondjuk akár fizikailag. A másik dolog pedig az, hogy mondjuk vagytok egy 10 éves kapcsolatnak a végén, vagy mondjuk a 10 éves törnnek a végén, utolsó 2 évben,
És azt érzed, hogy igen, a másik fél már nem szeretné ezt az egész dolgot annyira. Szerintem nem a szerződés megújítás napján kell erről beszélni. Tehát, hogy akkor van két évetek arra, hogy helyre rakjátok ezt a kapcsolatot. Vagy vége lesz, ami amúgy szerintem nem azon múlna, hogy most akkor örökké szól a szerződés, vagy mondjuk még két évig. Mm. Tehát, hogy akkor, és nem, én nem azt mondom, hogy mondjuk 10 évet kell kötni. Tehát, hogy szerintem lehet 5-öt is kötni. Ojjaj, új, itt nagyon megyünk, egyre liberálisabbak vagyunk. És ez a jövő héten már csak 1 éves lesz a szerződés. Az első az 10 évre kell, tehát hogy arról... Aztán 5 éves megújítás sokkal, mint a, amikor szerzel jogosítványt, akkor eleve 10 évente kell megújítanod a jogsít, és amikor 70 fölött vagy már csak már 5 évente, vagy 2 évente, valami ilyesmi. Yeah. Jó, azt nem mondom, hogy 70 éves, meg 2 évente, ott már valószínűleg már nem az a cél. Ott, vagy itt ott a veszély, hogy elkezdjük csökkenteni az időtartamot, mert ugye miért van, ugye, amíg a halálnál nem választ, hát ugye azért, hogy ne nagyon legyen apropód kilépni, tehát ne legyen impulzusod kilépni. Uh-huh. Isten szerint, valószínűleg Isten ezt mondaná, I guess. Tehát, hogy ha a csajom azt mondja, hogy találkozott a szomszéd Lalival a kertészsörözőbe, akkor nem mondhassa azt, hogy nekem van... Ez egy nyomós indok arra, hogy kilépessek. Viszont lehet, hogy amúgy... De ez most is megtörténhet. Tehát, hogy ez... Az, hogy találkozott. Mi a nyomós indok? Hát az, hogy megívott egy sört valami csávóval, aztán egy jó dumázgattak, és most éppen elcsavarták a fejét. Tehát, hogy érted? Ha a csajod egy jó dumázgatás után azt mondja, hogy felbontja veled a házasságodat, akkor ez a határozatlan idejűben is felbontaná veled a házasságot. Nem venném ki a lehetőségét amúgy a korlátlannak sem. Tehát, hogy én nem venném el persze, a házasságnak a teljes jogú lehetőségét, csak valahogy az kéne szerintem itt pusolni mondjuk, hogyha látjuk, hogy mondjuk ilyen 18 évesek összeházasodnak, ja. Mi lenne, hogy inkább egy ilyen, én egy ilyen 10 éves szerződést ajánlok nektek. Persze, mert amúgy figyelj, ha tegyük az 20 éves korunkban összeházasodtunk volna, nem? Mondjuk én meg Krisz. Mondjuk. Nyilván. Mondjuk. Akkor most kellene megújítanunk amúgy a házassági szerződésünket, ja. Amúgy lassan, mondjuk másfél év basz múlva. Meg, és így... kurva! És pont 10 éve találkoztunk. Pont 10 éve ismerjük egymást, Krisz. Kimondanátok megint a boldogat? Na ez igen. Az, na látod, de érted. Hát egy biztos. Mondjuk most 10 éve, de mondjuk ha 1 év múlva lenne, akkor így mondjuk elkezdhetnénk már most tárgyalni akkor róla, nem? Hogy így figyelj, amúgy összegeznénk, hogy ilyen volt amúgy ez a 10 év, én szeretném amúgy ezt a következő 10 évben. Szervezzünk így... egy bulit. Ja, de most basszus, ti mindkét egyén, vagy akárki, így, tehát hogy egyedi stílusban, mint a meglévő házassági, házasság, mi ez? Intézmény. Egy intézménye, aha. Igen. Tehát hogy ti mondhatjátok azt, hogy amúgy... Mi 10 év múlva újra tárgyaljuk, tehát hogy ez csak rajtatok függ, nem? Csak az, itt az egész gondolatmenet az volt, hogy tudod, hogy így milyen lenne a... Hogy alapból ez lenne az indulás. Jó lenne. Szerinted jó lenne? Látom, hogy jelenne, hogy kíváncsi vagyok, hogy... Meg lehetne fogni úgy is, hogy az a szépség az egésznek, hogy ugye utána megújítjátok, de az is lehet a szépsége az egésznek, hogy egyszer mondjátok ki, és... tartjátok is magatokat hozzá. Így van. Én is azt mondom, hogy ez lenne a lényeg, tehát hogy nincs exit. Nem adunk exit pontot. Most ördög ügyvédjét játszok itt ezzel az egészen kapcsolatban, mert ti alapból a... Ugye most ez a kicsit a korporát hozzáállás, hogy itt... Hogy a mostani? Ilyen fix... Ja, a 10 éves, igen, pont ez a korporát. Tehát, hogy ez abszolút, itt meetingelünk, érted? Fél éves H2-es riport van arról, hogy ment éppen az a fél év a kapcsolatunkban. Hát a csökkent 20%-kal a nem elmosogatások száma, viszont... Performance review viszont lett. Egyszer nem tudom, térden rúgott a feleségem, amikor később jöttem haza a kocsmából. Igen, úgyhogy ez akkor abban az évben a éves Eván alacsonyabb pontszámot érte, net promoter score-ban. Amúgy szerintem azt meg kéne értenünk, hogy alapból az intézmény az miért akar embereket örökké együtt tartani. Tehát szerintem nem tudjuk, hogy miért. Én sem tudom megmondani, hogy miért kell két embernek örökké együtt lenni. Szerintem a vagyonkoncentrálódás miatt, hogy... Igen? Én csak azt tudom, hogy miért van cölibátus. Miért van cölibátus? Azért van cölibátus, mert hogy régen a papoknak volt feleségük, meg gyerekük, aha. És hogy elkezdték felosztani az egyházi telkeket, és hogy ezért behozták azt, hogy legyen cölibátus, hogy az egyháznak maradjon ugyanannyi
Igen, ez egy házéma legyen az, ami az egy házéma. Hát, hogy ne és a lelkészeknek miért lehet? Kiknek? A lelkészeknek. Az nem kaptak semmi, gondolom, nem tudom. Mert az újabb intézmény. A szolgálati lakás. Tudom, az meg. Máshogy működött. Amúgy van szerint. Mert ez a reneszánsz alatt, nem? Tehát, hogy a 1400-as években jött a reformáció. Aha. És ugye amikor a reformáció jött, akkor ugye nem a... Most itt bele kell mennünk a primogenitásba, amúgy meg a nem primogenitásszerű öröklésekbe, és amikor a katolikus egyház volt, akkor ugye elkezdett a primogenitás alapú öröklés lenni, az amikor a legidősebb fiú örököl amúgy mindent, és akkor a papoknál gondolom az örökölte tovább, és mi van, hogyha nem izé volt pap, a legidősebb fiú. Igen, és akkor igen. Amikor a lelkészek vannak már, ugye, akkor meg már nem feltétlenül primogenitás alapon amúgy öröklődnek, hanem mit tudom én izé szerint. Nem akkor hátra hagyszom úgy magad után egy izét, hogy ez igen, és akkor aha. Meg más alapú szerződések kötettek, tehát akkor már létezett az egyházi intézmény is úgy, hogy így ő mint egy intézmény adja ki neked, mint bérbe a dolgot, tehát hogy a bérbeadás az olyan szerződéses alapon nem létezett, amikor a katolikus egyház született. Nagyon elmentünk más irányba, de... Szerintem ezek érdekesek. Ez egy fontos rész, azt hiszem, maga a házasság intézménye. Igen. Meg nekem egy kicsit úgy hangzik, mint hogyha azért nem akarták volna, amikor ez megszületett az egész, azt, hogy... Mert hogy mit nem engedünk igazából azzal, hogy te egy emberhez vagy házasodva, az, hogy az emberek össze-vissza kúrjanak. És házasság előtt pedig nem szexelhetsz. Úgyhogy valószínűleg azt akarták megakadályozni, hogy ne legyen össze-vissza kúrás. Nem tudom. Meg nemi betegségek, nem tudom. Én szerintem Jézuska azt szerette volna, hogy mindenki nagyon szeresse egymást, és hogy olyan embert vegyél el feleségül, akit igazán szeretsz. És hogy legyetek együtt, tehát legyen egy olyan társad. Ez egyáltalán nem erre született, találták ki a házasság ízét. Tehát, hogy én tehát azt mondom, hogy erről szól. Az OG valószínűleg ezt mondta volna. Igen. Az lehet. Házasság János ezt tanította. Ő találta ki a házasságot, ha kevesen tudjátok, magyar ember volt. Innen a név. Igen, innen a név. De én amúgy adom ezt a corporate házassági dolgot is, az a 10 éves. Mert hogy érted, most oké, és így nevetünk rajta, hogy jó performance review lenne, meg nem érted el amúgy az NPS-edet, aha, meg társai, de hogy szerintem amúgy ennek is meg lehet a szépsége, meg az, hogy így itt valóban úgy maradtok együtt, hogy így tényleg próbáltok azért tenni, hogy együtt maradjatok, nem pedig így furra elhagyjátok amúgy magatokat, meg így... Hát vagy egymást. Ja. Például most van az az érzés, hogy most amikor hazajövök, és kimegyek, akkor mindenhol csak ilyen bizonyos időszakokat töltök, és azért jobban megbecsülöm azt az időt, hogy tudom, hogy ettől eddig tart az az idő, és többet próbálok kihozni belőle, mint hogyha csak így tudom, hogy ja igen, én mindig itt vagyok Magyarországon, és akkor majd találkozom egy hónap múlva valakivel, vagy ilyenek. Hanem, hogy tényleg így van egy bizonyos időm, ezért szeretném, hogy minél több férjen abba bele. És tudom, hogy 10 évben ezt kicsit azért az hosszabb idő annál, ezt meg lehessen tervezni. De hogy azt gondolom, hogy ha van egy olyan vége, amit látsz, és nem szeretnéd, hogy eljöjjön az a vége, akkor teszel érte. Erről szól amúgy az egész, legyél jó az életben is, mert különben pokolra kerülsz dolog is. Kb. Erről szól, hogy így van a vége, és nem tudod, hogy mi fog utána jönni, de nem akarod, hogy rossz jöjjön. És ugyanez, hogy ha látod azt, hogy a házasság az nem feltétlenül halálig tart, mert ha halálig tart, akkor jön az elkényelmesedés, akkor jön az, hogy az ember ja, majd úgy is velem lesz, tehát most minek erőltessem meg magamat, és hogy ez nyilván nem így gondolja az elején az ember, de hogy azt látom a idősebbeken, meg akik már 20x éve házasok, hogy ott így nincs meg ez a igazán küzdés másikért, és hogyha bárki más, hogy látja ezeket a dolgokat, vagy tudok kivételt, akkor az szuper, és hogy én is oda vagyok azokért, amikor öreg emberek kézen fogva mennek értem api, de hogy én szerintem szép dolog az, hogy valakik ennyire szeretik egymást, de hogy szerintem szép dolog az, hogy valaki ennyire szereti egymást egész életében, és hogy nekem is például ez a cél. De lehet, hogy csak 2 hete jöttek össze is. Én is elég oldott. Nem, tényleg az is elég gizda. Az is elég gizda, valljuk be. Tehát, hogy Bingo klubban szkóroltad a csajt, ez meg 83 évesen, az elég ütős. Szóval Lali bácsi úgy bridge-ezik, bazd meg. Ahogy a nyelven jár. Mikor kever a krupjét, így itt szól, még a Parkinson az duplán rántja rá, tudod? Na jó, szóval... Igen.
Ez szép beszéd akart lenni, de igen. Ez amúgy ez szép. Visszaeső. Én inkább azt mondanám, hogy én nem azt látom, hogy az emberek úgy gondolják, hogy hát úgyis velem marad, mert hogy nem feltétlenül marad veled úgyis, ez soha nincs úgyis veled marad, nem? Hanem... Szerintem nagyon sokan általánosnak veszik amúgy egy idő után a szeretetet, tehát hogy így, aha. Tehát hogy az, hogy szeret téged valaki, ezt én szerintem több év után ilyen tök általánosnak veszett. Igen, könnyű elfelejteni, hogy amúgy... Tehát ahogy ez elén is így voltam. Szingli időszakaimban én is hajlamos voltam elfelejteni kapcsolatok alatt, hogy amúgy milyen nem kapcsolatban lenni, és amikor visszakerülsz a piacra, akkor úgy vagy vele, hogy így, hát ez kurva nagy fán, és ez tart 2 hétig. És utána, így amikor szembesülsz a szinglisségnek a kékemény valóságával, az pont, de annyira meg nem voltam. De hogy azért ez így meg tud csapni. És mondjuk, hogyha ez megcsap mondjuk 30 év után, te jó Isten. Hát jó, de érted, akkor tök jó, már organikusan vége van. Na mindegy. Hát, hogy vége van, akkor vége van a szerződésnek, érted? Tehát, ja, hogyha szerződés. Érted, akkor így föl lehet rá készülni, érted? Tehát azért mondom, hogy akkor meg lehet beszélni, akkor tudod, hogy lehet, hogy 3 év múlva ebből nem biztos, hogy lesz megújítás, mert nem tettél meg mindent. Érted. És gondolod, hogyha mostani emberek most is így vélekednek, hogy benne maradnak, akkor nem írják alá megint, hogy benne maradnak, mert miért ne? Tehát, hogyha most is ez a gondolkodás, mivel lenne másabb, hogyha elérkezne a 10 év vége? Aki most nem tud kilépni a határozatlan idejű szerződésből, az miért gondoljátok, hogy ki tud lépni 10 év után? Értem, hogy elválaszt az aláírás, tehát ugye az is egy ilyen írásba adott döntés. Azt mondja, nem volt pénz megújítani. Nem érted. El lehet így, el lehet humbukolni. Nem, az a hiszem, hogy aki most nem akar kilépni egy rossz házasságból mondjuk, az neki, tehát hogy valószínűleg valamilyen nyomás miatt nem akar tényleg. Így meg a nyomás az lejön a válláról azzal, hogy ő csak nem újítja meg mondjuk, tudod. Tehát igen, passzívan csak így. Igen, igen. Tehát nem kell aktívan tenned azért, hogy vége legyen, hanem passzívan vége lehet valaminek. Tehát amikor lejár a... Tudod, nagyon jó példát erre. A vidéki nagyszüleim azok olyanok voltak, nagymamám már meghalt, és hogy ő az egész életét úgy volt egy házasságban, hogy ő megbánta azt, hogy megismerte a nagyapámat. Oh, shit. Az egyetlen dolog, amilyen nem bánta meg, az az, hogy a gyerekeit nagyon szerette, igen, de hogy ő nekik szörnyű kapcsolatuk volt, és a nagyfaterom azt szerintem csak akkor becsülte meg a mamát, miután meghalt. Tehát akkor volt az, hogy így érezte, hogy bazd meg. Ez nem biztos, hogy... Tehát onnantól kezdve így olyan volt, mint amikor így az emberek a filmekben így elmennek, hirtelen megtalálják Jézust, hogy így hirtelen így rájött, hogy húgazd meg, azért nem voltam jó ember, ilyen jellegű dolgok jönnek elő, így a magányában, meg úgy, hogy most egyedül van, és hogy ő nem egy pozitív karakter volt régebben. És például itt is látom azt, hogy mondjuk, hogy ott lett volna egy ilyen, hogy nem az van, hogy összesúgnak a faluban, nem az van, hogy a családtagok, hogy így na, nekik nem működik a házasságuk, és akkor röhögnek, mert hogy nekik sem működik, de valakinek még annyira se, akkor szerintem ott ő csak így szép lassan így kihátrált volna ebből az egészből. Nagy szerintem 100%-ban ugyanez a sztori, mint Kriszéknél nálunk is amúgy. Én például magamat ismerve, tudnám, hogy jön egy deadline, lehet, hogy elkezdenék amúgy sokkal többet. Igen, azt mondom, hogy jó, nyomjad faszkalap, nyomjad, most már csak 2 év. Nem de érted, hogyha amúgy szeretnék érteni, tehát hogy akkor tudom, hogy jön a deadline, akkor többet, tehát hogy... Ja, nem úgy értem, csak arról beszélek, hogyha meg nem, ja, értem. Akkor meg, hogy így most már ezt a 2 évet leülöm a budin is, aztán utána a véget, mint egy börtönbüntetés, érted. Én ebből nem tudom megint ezt a fél litert, amúgy ez nagyon szar. Amúgy amit Fanni mondott, abban látok mondjuk olyat, hogy aki azért nem lép ki, mert mondjuk valami nagyon toxikus dolog van, tehát tényleg azért nem lépsz ki, mert valami iszonyat terrorban vagy tartva, akkor valószínűleg nem hagynád ott a szerződéssel. Tehát akkor valószínűleg hátra csavarják a kezed, és aláíratják. Hát tehát, kb. Igen. Vannak ilyen. Tehát, hogy az most is ilyen. Igen, csak ezt hogy nem fog minden problémát megoldani, nem erről van szó. Inkább arról van szó, hogy mondjuk beledne a házasság, és mondjuk a élettársak vagyunk közé rakni egy plusz szintet. Azzal, hogy minden fejlődik a világban,
a házasság intézményét miért nem lehet egy innoválni ilyen szempontból. És nem kell a régi dolgot eltüntetni, nem kell házasságnak hívni, csak hogy valami olyan dolog, ami ugyanúgy kifejezi egy bizonyos hosszabb, az életednek egy jelentős részét vele töltöd, és szép dolog, de nem biztos, hogy beleugrasz 20 éves, vagy 10 évesen, vagy azt tudja, 30 évesen. Szerintem nevezhetik ugyanúgy házasságnak, és ezzel kapcsolatban az volt az eredeti izém is, hogy az eredeti felvetésem, hogy ne csak izézzek itt, hogy szerintem egy teljesen megváltozna azoknak az embereknek az összetétele, akik együtt maradnak amúgy egy ilyen házasságban 10 év után, meg amúgy akik együtt maradnak amúgy egy kötetlen idejűben. Tehát, hogy egy teljesen más csoportja lenne az embereknek azok ezek után, akik 30-40 évig házasok, mint most a kötetlenben amúgy. Mert hogy tök más viselkedés kell szerintem ahhoz, hogy egy ilyen megújuló dologban részt vegyél, mint abban, hogy így egyszer kimondod, és így passzívan részt veszel utána benne. Hmm. Igen, de hogy van most a leendő asszonyatok elé tekelne, és akkor mondaná, hogy csak 10 évre nem lenne egy kicsit olyan rossz érzésetek, hogy... Nekem azért nem... erre van egy példám, ugye? Házas vagyok. És hogy házasság előtt leültem apja anyukájával dumálni, aki... Na mindegy, nem megyek bele ebbe az egész sztoriba. A lényeg az, hogy felhoztam otthon ezt a témát, hogy ugye hogyha elválnak az emberek, akkor az 50% szokott lenni, és mi lenne, hogyha mindenki a saját vagyonnával szállna ki, hogyha esetleg így történik. Vagyonszerződés? Így van, vagyonszerződés. Miért csináltuk? Nem azért, mert el akarunk válni, nem azért, mert nem hiszem azt, hogy együtt vagyunk, hanem ezzel így magát az egész ilyen érdek dolgot így kiszedtük a számításból. És hogy nem tudhat, én imádom a feleség. Jó, de ez is egy picit illúzió romboló erre cél. Azt mondom, hogy ezt nem mindenki meri meglépni. Aki meg megmeri lépni, az meg megint egy másfajta. De az a baj, hogy szerintem az illúziókból jön, tehát a túl sok illúzióból szoktak jönni a rossz kapcsolat. Tehát az a baj, hogy ha most én úgy állnék hozzá, hogy nem baj, 50-50, úgyis tudom, hogy örökké együtt leszünk. Én könyörgöm az égnek, hogy örökké együtt legyünk, de nem tudom, hogy milyen leszek 50-60 évesen, nem tudom, hogy a feleségem milyen lesz 50-60 évesen. Azt sem tudom, hogy egy év múlva hol fogunk tartani, ahogy látom, hogy telnek az évek az életben, és hogy szerintem a házasság egy elég kemény döntés ahhoz, hogy ezt komolyan kell venni, ezt a döntést, és nem úgy belemenni, mint az, hogy így nagyon ma engedem segbe. Mondjuk az is egy nagy döntés. Szerintem valahogy más egy pontot rakni az egész gondolatnak a végére. Nem sikerült. Ja, pont egy lyuk lett. Na mindegy. Ja, hát amúgy egyébként tetszik az a gondolat, most egy kicsit ilyen lágyabb vizekre vezve ezután a jó realisztikus gondolatok után, hogy amúgy azt tetszik nekem, hogy így közeledik a 10 év, és pont mint a korpóban, hogy így nem reagálsz e-mailekre. Tehát, hogy így bébi, alá akarod írni a szerződést, amúgy 10 év, és így ezt nem tudtam meg utána nézni. Megtaláltalak téged Tinderen, az olyan, mint amikor a főnök megtalál LinkedIn-en, tudod. Azt látom, hogy aktívra vagy állítva, tudod. Ja, nem, csak... Úgy maradt. És ugyanígy, jaj, most pont nem érek rá, ne haragudj, de majd két hónap múlva lesz ráérek. Ez amúgy geci, amit mondasz, Pisti, de ez pont nekem például egy olyan dolog, hogy én nagyon a tiszta kommunikációnak a híve vagyok például. Aha. Tehát, hogyha eleve amúgy egy olyan nővel jönnék amúgy össze, vagy házasodnék össze amúgy, aki így viselkedik, érted, az szerintem a határozatlan idejében is ugyanolyan szarul adná le magát 10 év múlva. Aha. Mert én például, tehát hogy ha valaki azt mondja, hogy akkor mondja azt, hogy ne, vagy hogy igen, vagy hogy akkor legyen ez vagy ez legyen az. Én nem szeretem azt, amikor valaki ilyen limbóba tart mondjuk, vagy tudod így nem válaszol, hogy rákérdez valamire, vagy tudom én, van egy kérés, és akkor így, mert valahogy máshogy döntesz, akkor így nem válaszolsz inkább vissza amarra az így. Tehát igen, én ezeket rühellem, jó? Igen, ezt nekem is így a 20-as éveimben kellett megtanulnom, hogy ezt lehet csinálni, de nagyon sokan így csinálják. Én is csináltam szerintem így dolgokkal, nem tudom, évekkel ezelőtt, nem tudom nagyon pontosan példát mondani, de hogy így, hát így, tehát megtanulod, hogyha mikor így már egyre több felelősség jön az arcodba így az élet során, akkor megtanulod, hogy amúgy nem lehet. Szerintem már aki megtanulja, tehát hogy nagyon sokan azért nem. Csináljátok így, üljetek le otthon a nappaliban, és beszéljetek meg, hogy 10 évente ezt most újra dumáljuk. Szerintem ezt is lehet, és amúgy ez nem biztos, hogy rossz.
szerintem ez amúgy igen, lehet szimbolikusan is újra dumálni 10 évente. Tehát. Nekem a szimbolikus az nagyon tetszik, nekem az nagyon szimpatikus. És nagy flex amúgy, mikor a negyedszörre újítjátok újra. Az, igen, az ugyanannyira nagy flex, mint 40 év hát. Season, negyedik chapter. Az már platinumban az negyedik chapter, negyedik chapter, 40. seasonje, tudod, és így nagyon... Én pont erre gondoltam, hogy ez, hogy felmentünk plat egybe. De hát vannak ilyenek, aranylakodalom. Ó, jaj, gyémánt. Ronket házasság. Mert csak bronz háromba vagyok, az az igazság, srácok. Jó, én csak ilyen sandboxba tolom amúgy, nem komoly annyira az a házasság dolog, tudod, de... Kreatív módba. Néha, néha félre kúrunkat, és tetszett, ez nem lebranket. Ez a másik apropó. Egyébként, bocsánat, még egy utolsót, hogy amúgy, a múltkor erről nagyon heves viták mentek a baráti társaságban, hogy a hármasozás az most belefér-e, vagy nem fér-e bele. Egy borzasztó beszélgetést toltam végig a legjobb barátaimmal 4 órán keresztül. Itt nem voltam ott. Nem emlékszek rá, igen. Kik a legjobb barátaid? Nem kell, baráti társaságomnak a másik feleti pont valahogy nem voltatok ott amúgy. De... Valahogy pont nem vagyunk benne a legjobb barátaid. Benne vagytok. Mással kúrtunk éppen. Benne vagytok, nem tudom miért nem voltatok pont ott, de tök mindegy. Az a lényeg, hogy nagyon heves érzelmek voltak ezzel kapcsolatban, uh-huh. És szerintem erre is egy szerződés. Azt ezt megoldanám. Hogyha mind a ketten aláírjátok, akkor oké, de egyébként meg ne lehessen azt mondani, hogy így jaj, ez egy prűd vagy, bázd meg, nem akarsz hármasozni. Elmondom, hogy oké a hármasozás. Állattal. Nem volt benne mai téma. Közelem. Elmondom, hogy oké a hármasozás. Ha a harmadik prostituált. Férfi vagy női, tök mindegy. Vége. Ez volt a gondolatom. De amúgy egyénfüggő nyilván megegyezés kérdése ez is, de hát... Én azt gondolom, hogy a prostituáltal oké, egyedül ha a harmadiknak, mert hogy ott nincsenek érzések. Uh-huh. Tehát, hogy még hogyha az ember el is kap érzéseket, hogy bocs, ez munka volt. A prostituáltak is emberek. És okay. A következő témánk... A prostituáltak emberek? Ez a következő témánk. Dumáljuk meg! Következő témánk. Robogjunk tovább a szerelem vonatról, nincs leszállás. A következő gondolat az, hogy... Ti hisztek-e a szerelem első látásban, mint kifejezésre, és hogy ha igen, akkor miért? Vagy mit jelent számotokra? Vagy mi ez a dolog? Vagy jó, miért nem? Ütős rész ez. Ez egy ütős rész. Olyan dolgokról beszélünk, amiről nem nagyon szoktunk. Szerelem doktor. Hát, gyógyíts meg a szívem. Ez tök jó egyébként, hogy ilyen kicsit ilyen tematikus, nekem ez amúgy ez tetszik. A múltkor a herékről beszéltünk, az is tematikus volt. Most ez egy... Meg a fityvákról. Igen, az egy visszatérő tematika. Tehát, hogy ez igen már egy ilyen allegórikus dolog, ami így átível minden. De jó ez. Én abban a fajta szerelem első látásban dologban nem hiszek, ami a filmekben van. Hogy így meglátod. Igen, kezdődnek a problémák, hogy az emberek azt hiszik, hogy a film az egyenlő valóság, és akkor utána van egy kop, hogy... Hold up! Hogy a film nem a valóság. Tehát, olyan érzésem már volt, hogy valakit megláttam, és akkor így... Tetszik. Úgy mondjam, meglepően érdekel. Tehát valaki... el tudod dönteni, hogy mondjuk valaki esztétikus. Jó rajta legeltetni a szemedet. Oké, mindenki szereti azt tehát nézni, ami szép, meg esztétikus, mert nyilván a ronda dolgokat így nézed, és így undorodsz, és egy darabig jó. Guilty pleasure, basszus. De hosszú távon meg úgy tényleg tisztán a szépet jó nézni. Ebben szerintem mindannyian egyetérthetünk. De szerelem első látásra szerintem olyan formában nincsen, hogy tehát, hogy mi jó, definiáljuk a szerelmet. Ezt akartam mondani. Én szerintem úgy fogalmaznám meg, velem volt szerelem első látásra már. De hogy az a szerelem első látásra az nem olyan volt, mint a filmekben. Én azt éreztem, hogy az első pillanattól mondjuk jobban vonzódom ahhoz az valamihez, amit ott megláttam. Mint apihoz. Úgy fogalmaznám meg, hogy ha nem megd***nám, hanem csak megölelném, van bennem, vagy hogy így nagyon meg akarom ismerni, vagy aha, valahogy nagyon közel akarok kerülni hozzá, és nem az van bennem, hogy amúgy, ja, meg nem. Az a szerelem első látásra. Tehát nem szexuális vonzalmat érzel nem legelőször, szexuális vonzalmat érzek el, hanem ilyen gondoskodó szeretetet érzek. De jó ez a... Igen, nekem is az, hogyha így mennyire nagy forma, hogy így nem is mondjuk tudom, nem is tudom, de hogy így... Én nálam például az jön elő, hogy én ilyenkor nem tudom, biztos, hogyha nagyon gondolkodnék, tudnám, de hogy nem
szexuális helyzetbe helyezem a másikat, hanem csak... Fú, de elmennék vele Dél-Olaszországban. Hát akár. Elképzeled a gyereketeket? Nem. Nem erről van szó, hogy meglátok valakit, mondjuk a buszon, és így azt már, és mire már leszállok, bazd meg Blaha Lujza téren, addigra már így olyan, mint a Rick and Morty, amikor kiszelebol a Roy nevű játékból, nem erre gondolok, csak arra gondolok összességében, hogy... Nem az első gondolat, értjük. Nem csak az, hogy nem az az első gondolat, mert általában nem az szokott lenni az első gondolat, csak hogy van egy különbség a között, hogy ha valaki nagyon vonzó, és az az első gondolat, meg van az, hogy, hogy az az első gondolat, hogy így, az meg jó lenne leülni és dumálni, meg úgy... De ez nem szerelem első látásra, ez konkrétan tetszés. Tehát, hogy tetszik. De a másik is tetszik. Mert hogy a másik is? Hát aki meg, akivel csak az jut eszembe, hogy de meg b***nám. Nem, az csak azt csinálnád vele. Tehát, hogy az is nem, vannak szintek. Tetszés. És a tetszés, ez kicsit fentebbá talán. Ah. De hát... Nem tudom, nem tudnék olyan a nem tetszik. Jó, de érted. Én nem tudnék olyan a***ni, akivel nem szimpatizálok. Na igen, tehát én de is hogy inkább ezt, hogy... Tehát, hogy, ja, de... tehát, hogy amúgy... Ez mi hazánk? Tudom, lehet jó fej. Attól még lehet jó fej. I guess. Ahhoz kell mind a kettő, ahhoz kell az is, hogy jól nézzen ki, meg az is, hogy így nagyon szimpatikusnak tartsd. Tehát, hogy minden pipa meglegyen. Tehát, hogy valószínűleg van mindannyiunknak a fejében 5-6 pipa, remélhetőleg nem 20-30, mert tudom, hogy vannak olyan emberek, és nem 20-30. És akkor, hogyha annak meg... Most akkor, hogy hirtelen így megvan egyszerre az egész, és így nagyon jó az első benyomás, akkor szerintem az a szerelem első látásra, ami az én tapasztalatom alapján is egyébként félrevezető. Dühöng. Na gyerünk, Fanni óméter kiakadt. Mondja. Nem, tehát, hogy ha első ránézésre nem fogod tudni, nem fogsz tudni olvasni benne. Tehát, hogy ezért nem létezik szerintem szerelem első látásra. Tehát, hogy beszélgetned kell vele az nézésre, nem jön le. Szerintem itt az első látást milyen kéne itt definiálni, nem? Tehát, hogy ez a... Aha, az is jó, igen. Tehát, hogy itt most arra gondolunk, tehát hogy ránéz, tehát hogy tudom, egy keynote speech-et tart mondjuk, és hallgatod közben. Meglátod, van valami, bejön a szobába, van egy fajta atmoszféra, amikor belép, valami teremtő erejű, nem tudom. Mm-hmm. Igen. Nekem is igen. Hogy volt? Azt mondtad, hogy volt neked ezzel tapasztalatod, amúgy. Mi volt mondjuk az idősáv, tehát hogy mondjuk hány percről beszélünk az első látásnál? Elég specifikus. Mert hogy nekem mondjuk a szerelem első látásra, amikor még én is talán vissza tudok emlékezni egy ilyen szituációra, az nem egy pillanat, hanem mondjuk egy negyed óra. Én tudok egy percet is mondani. Egy percet. Konkrétan volt buszos sztori. Hát semmit, csak felszállt a buszra, és csak így álltam, hogy így mert így olyan volt, mint a mindenki más, nem lenne színes. Igen, nekem is volt. Hogy így olyan volt, hogy felszállt, és így bazd meg, ez az ember így kiemeg, tudod, mint van az a mém, amikor így a Lego Bruce Wayne így megáll, és így közben így elkezd valami szerelmes zene szólni. És az a flash volt. De hogy nem nevezném szerelemnek, csak egyszerűen igen, valami olyan fajta... Tehát csak tetszik szerintem. Értem, de hogy... Ja, ezek energiák egyébként, tehát hogy... Vibék. Tehát, hogy van olyan, hogy valaki tetszik, oké. És akkor így nézed, és akkor így látod, hogy így, tudod, így rád néz, és így meglátja, hogy nézed őt, és így nézed, fúj, bazd meg, volt perverz, ugye egy pancsalodik el a hiú, már tárcsázza a fújt a nyálad, és te meg így ott vagy a közös lakásotokban a fejedben, meg ilyen veszi elő a gásprét. Már megy az áldozat segítő központba utána, de amikor mondjuk egymásra néztek ugyanúgy, na az izzasztó szerintem. Tehát, hogy egyszer talán, ha megtörtént, a BKV-n, bazd meg, tehát hogy azért az nem az Eiffel torony teteje, érted? De hogy, legalább olyan jó. Hogy az, amúgy ez kemény volt. És amúgy csicska voltam egyébként beszélgetést kezdeményezni. Elkaptad a tekinteted? Oda kellett volna, mert lehet elkérni az Instáját. No. De hogy így multiple times, ja igen. Ez nagyon régen volt, nem is tudom, volt-e Insta. Igen, szerintem még beszéltük is, hogy ha még egyszer összefutsz vele, akkor... Igen, szerintem. Emlékszel erre? Hát, mert egyszer ezt mesélted, ezt a sztori. Ez nagyon random sztori. Ez ilyen 7 éves sztori, vagy van még régebb. Még régebb, igen. Ez nem olyan rég, ez 2018. Értem, hogy ha kimondod a dátumot, meglepően közelnek tűnik, de azért 7 éve volt. Ja. Igen. Ez érdekes egyébként. Hát ja, nekem is ez nem egy ilyen tegnapi sztoriról van szó, csak szimplán így szerintem ezekre így emlékszik az ember, hogy így ezek ilyen, nem sokszor történik ilyen az életben. Ja, ez real. Én mondjuk azt nevezném annak, de hogy a szerelem meg egy annyira erős szó, hogy azt viszont nem nevezném rá. Tehát, szerintem el van inflálva amúgy a hétköznapi nyelvben a szerelem szó. Meg a szeretlek szó is el van inflálva. Mert azért a szerelem azért
tehát hogy az már egy nagyon mély dolognak kellene szerintem lennie. Meg az is így a valóságban. Tetszés az inkább egy felszínesebb, csak hogy ugye a social media, a filmek, meg minden, amit fogyasztunk, az a szerelem szót szerintem már szarrá inflált az elmúlt 30 évben. Nem menjünk messzire, nem tudom, Radnótiék korában. Radnótiék sztoria még nagyjából nem olyan, amúgy ilyen kis szerethető is, de a költők is hogy fogalmazták meg, hogy szeretik egymást, aztán össze-vissza csalták a másikat. Hm. Úgyhogy ők is inflálták. Attól még szerethették egymást. Hát, nem. Nem? Amúgy ez jó egyébként. Mert nekem se tetszik a gondolat, de lehet attól Radnóti őrülten szerelmes voltam úgy, hogy... Vagy azt mondjuk, hogy a szerelem az egy el kell, hogy tartson valameddig? Hát egy jófajta szerelem, amit tényleg annak nevezel, az szerintem tart. Szóval a szerelem az lejjebb van, mint a szeretet. Tényleg? Ez egy jó kérdés. Ha? Nem olyan long intenzívebb, igen. Intenzívebb, de hogy én nehezebben szeretek valakit, mint mondjuk, ahogy szerelembe esek. De a szerelembe esés az itt egy pillanatnyelző, szeretni nem, valakit, meg így, egy onnantól... tehát szeretni valakit, az meg egy idősáv, tehát hogy itt megint ilyen... Nem, az, annak szerintem jobban ki kell alakulnia, nekem a szerelem az ilyen nyers érzelem, uh-huh. amit így nem én irányítok, ilyen kontrollálatlan, uh-huh. és a szeretet az meg egy olyan dolog, ami így... Jó esetben az egyik követi a másikat. Uh-huh. Persze, igen, uh-huh. igen, de hogy nekem mondjuk a szeretet nehezebben alakul ki, mint uh-huh. tehát, megelőzi a szerelem mondjuk. De nem feltétlenül végig tart, tehát én már szerintem, uh-huh. és ezért mondom azt, hogy most így ebben egyet értek, bocsánat, csak hogy a költők attól még szerethették a feleségüket, hogy megcsalták, mert hogy a szerelem lehet, hogy elmúlt, a szeretet megmaradhatott, csak a szeretet az, szeretek mindenkit ebben a szobában is, mégse. Én nagyon szeretlek téged, Krisztián. Érted, de hogy... És se cumontanád be, ez megmond ki kerekperet. De lehet cumontanám, úgyhogy nem ezt akarom feltétlenül mondani. Csak hogy a szeretet az sok mindent jelent. És azt, hogy ezek a dolgok átalakulnak, az megint csak egy fix idejű szerződés, megoldotta volna lehet ezeknél a költőknél. Amúgy a biológia megoldja az egészet, tehát hogy nem engedi a szervezetünk, hogy nem tudom, azt hiszem 2,5 év, nem akarok badarságot mondani, de azt hiszem 2,5 év, hogy nem tudod már azt így érezni, mert konkrétan nem tudnál funkcionálni rendesen. Nyugodtan. Hát, szóval a szerelem az ez. Badarság. Szerintem igen, és utána hogy vannak ilyen, olyan, mint egy ilyen színusz görbe, csak az elején nagyon felcsap. Mm-hmm. Nem, mert utána nem csap le nagyon, de nem olyan, mint egy színusz görbe. Inkább olyan, mint hogyha csak így az elején nagyon felcsap, és aztán utána így tudnak ilyen hullámokba visszajönni. Inkább igen, ezt veszem észre így. És ezt amúgy ugyanúgy vissza lehet hozni. Tehát én is azt tapasztaltam, hogy hiába vagy sok éve valakivel együtt, azt azért vissza lehet kanyarintani. Nyilván nem lesz olyan, mint az elején. És lehet, hogy minden 10 évben vissza tudna jönni. Nem, de az nem is baj. Rá kell rájteni a színűzgőrbét. Igen, ezt akartam mondani, hogy viszont az megint egy illúzió, hogy majd olyan lesz, mint az elején. Mert az ahhoz fog vezetni, hogy megint valami új embert fogsz találni, mert vele olyan lesz, mint az elején, mert az elején vagytok. De hát ebbe rohan bele amúgy sok ember, hogy igen, akkor inkább egy újat, mert megint tudom érezni, mert megint azt érzem, hogy olyan, mint hogyha valami kábítószer hatás alatt lennél abban az időszakban. Folyamatosan fel vagy pörögve, folyamatosan a legjobb énedet érzed, hogy csinálod, körülötted így látják, hogy ez már nincs rád jó hatása. Hiszen neked van könnyű, mert érted, nem kellett mostában megismerkedni új emberekkel, de hogy én azért az elején nem nagyon szeretem, tehát hogy amikor így mindig meg kell ismerkedni új emberekkel, azért nem olyan királyám, tehát hogy... Ja. Ugyan, hogy magától jön, tehát hogy nem görcsös. Jó, hát mostanában nem kellett, de hogy azért kellett már az életben megismerkedni. Értem, csak azt mondom, hogy szerintem már kiestél itt a... Neki úgy kiestem a gameből? A gameből, ja. A romantikus ismerkedésből. És a többi ismerkedés is ugyanolyan száll szerintem amúgy. Mert új emberekkel megismerkedni? Én ugyanúgy megszenvedem sokszor azt, hogy találkozok random emberekkel. Teljesen igaz amúgy ezt. Kivéve, ha egész organikusan jön. Hát tényleg csak szembe jön valaki, és tudod, ja, ez mekkora jó fej volt, az jól végződhet. Én most bemutatlak téged valakinek, az általában borzasztó. Piszti! Vezetted így tírör, mondjad. Ugye csak majd, ez nagyon más. Nem, azon flesselek, azok, hogy átadni igazából Pistinek, nem csak új csajokkal, vagy faszikkal, szerintem sokszor csór megismerkedni, csór az... Házmunka. Igen, konkrétan, hanem új emberekkel in general általában, érted? Tehát, igen, hogy így, és ott is ki tud alakulni a szerelem, ezen gondolkodtam. Van barátszerelem, nem? Amikor így van az ilyen két-három hónap, amikor így annyira így össze vagytok nőve,
Igen. Vagy lehet, hogy akár egy-két év, ott is így van ez a szerelmi fázis, aztán elkezdtek így mélyebben így megismerkedni, és ott is így kihűl, és így szeretetté átalakul. Utána barátság. De az elején ilyen, csak ott nem az, hogy dugunk, hanem hogy menjünk, piáljunk, bazd meg! Igen. Toljunk, menjünk minden fesztiválra együtt. És most így 10 év után mi miben vagyunk? Hát... Mi most ez a házasok... Szóval fellángolásban vagyunk most? Minden hétfőn fellángol 2 órára. Új. Ez 10 év után az amúgy egész jó. Heti egyszer, de 2 óra az nem rossz. Kinek vagy? Ja. Heti egyszer 2 óra, hát az tök király. Azt nem tudom, 10 év után az többet nem is kérnék. Még néha rányomunk egy Patreon extra. Ha most ismerkedtünk volna meg, ez a podcast naponta menne amúgy, mert hogy így minden nap együtt akarunk lenni. Kurvára Patreon extra, az olyan, hogy mi nyomnánk amúgy egy OnlyFans-t így a kapcsolatunkba. De hogy tudjátok, hogy mi ez a homie love, amiről beszélek, amikor... Igen, bromance. Bromance, igen. És hogy szerintem ez nagyon hasonló, hogy van bromance első látás. Nem tudod, hogy olyan ez a srác geci menő. Lányoknál szerintem ez más amúgy. Bromance első poénra. Lányoknál más? Lányoknál más. Tényleg? Hát úgy érzem, hogy van egy ilyen kis távolságtartás alapból, bár nem tudom, hogy miért csináljátok ezt, sajok, de... Nem igen, egy ilyen szociális dolog ez az egész, hogy... Valószínűleg, de meg evolúciós oka van. De akkor általánosítva, akkor benned is van, úgy érzed? Bennem nincs, és ezért nem tudom befogadni azt, hogyha valakinek van. Mindig az aktuális legjobb barátnőm elmondta, hogy én elsőre nem voltam szimpatikus. Kajak. És akkor hogy lettél szimpatikus utána? Hát, ahogy beszélgettünk. Én ezt érzem magammal kapcsolatban is, de azért, mert én tudom, hogy az első interakcióknál én kellemetlenül viselkedek. Tehát én tudom, hogy én odamegyek valakihez, és én távolságot tartok. Ja, hát én végig, ne aggódtál. Hát akkor ezért. Szerintem nem probléma feltétlenül, én biztos nem tudnék, tudod így, nem tudom, topszélszesek egyből. Tudod, mondjuk az meg megint a másik oldal, hogy vannak ezek a felszínesebb verziók, amikor csajok egymásnak mondják, hogy fú, de jó a hajad, fú, de jó a körmed, aztán tehát az megint egy más kategória. De hogy mély barátságok így szerintem nem alakulnak. Krisztián nagyon jó. Nagyon jó lenne, ha megcserélődnének amúgy ezek a dolgok, és hogy a férfiak lennének, ugye a csajok azok így tényleg olyanok lennének, hogy így egyből bevájbolnak egymásra, és így menjünk el, nem tudom, operolozni. Nem tudom, szeretik a lányok. Nem tudom, mit szeretnek a lányok. Próbáltam minél kevésbé sztereotípikus lenni, nem sikerült. Nem. De cserébe a férfiként is sztereotípikus leszek, a srácok meg... Fortnite-oznak. Menjünk a Fortnite-hoznak. Éreket nyomnánk, vagy mondjuk így, ó, api, nagyon, nagyon jó a bajszod ma. Köszönöm. Itt a faszba, ez meg... Amúgy szerintetek a női barátság az amúgy így felszínesebb, akkor ezek szerint mint egy férfi barátság? Nehezebb kialakítani. Szerintem én azt érzem, tényleg. Az ugyanolyan erős. Milyen? Ami maradandó, ami tényleg ilyen hosszú távon megmarad, az ugyanolyan, viszont kevesebb bromance dolgot látod. Igen. Nem tudom, hogy ez... Nekem van nagyon sok női barátom amúgy, és nagyon kevésnél tudnék mondani olyat, akinek valóban ilyen hosszú baráti kapcsolatai vannak amúgy hát sajnos, más nőkkel. Ezt most komolyan mondom, tehát, hogy így... Nem nagyon látok én sem. Hát, hogy így vannak hosszú távúak, de hogy azok se annyira szorosak, mint a srácok. Tehát, vagy gyerekkorból, tehát hogy ezek így... Megmaradnak. Kinda. De igen. Hogy nem annyira szoros, mint az, hogy így... Én azt látom, hogy összességében így a mi társadalmunkban a férfiak azok így, tényleg van ilyen, hogy Saturday for the boys, tehát hogy így bele a kalendáromban egy nagyon fontos pillanat az, hogy mikor fogok én a héten találkozni, vagy a hónapban találkozni a barátaimmal. Más fordítva inkább azt látom, hogy a nőknél inkább az van, hogy vannak események, amik nagyobb események, és oda meghívom a barátnőimet. De nem feltétlenül az van, hogy így Sundays for the chicks, vagy valami igen, ilyesmi. Igen, pedig lehetne. Tehát miért ne lehetne? Ja. És akkor van ez a megbélyegzés, hogyha mondjuk faszik között vagy, ahol egyébként, tehát hogy gyerekkorom óta egyébként akár osztálytársak közegében, akár baráti társaságok közegében úgy voltam, hogy vegyes társaságokban, ahol nagyjából egyenlő arányban vannak fiúk, lányok.
És akkor jön a megbélyegzés, hogyha éppen mondjuk ilyen körben leülünk, hogy miért férfiakkal ülök én le beszélgetni akár. Ez egy elég szexista hozzáállás, amúgy ehhez a... Mármint attól, aki megjegyezné, nem? Tehát, hogy így, bro, te szexista vagy, vagy miért jegyzed ezt meg? Igen, de hogyha mondjuk egy csomó csaj beszélgetne, és én ülnék be a csajkörbe, te is azt mondanád, hogy mi a fasz ülsz a csajokkal? Kis homár. Szerintem annyit mondanák, hogy kis busz. Nem, valószínűleg azt mondanám, hogy aját, Krisz, bazd, milyen jó társaságban vagy. Ha jöjjek már, én itt bazd meg. Na igen, igen, tehát amúgy két oldala van, szerintem az egyik az az, hogy miért folyton csajokkal lúgsz, az egyik oldala, a másik meg a na és hányat akarsz megdugni type. Tehát, hogy amúgy szerintem van ilyen sztereotipizálás a srácoknál is. Ezt lányoknál szerintem ugyanúgy van amúgy ilyen sztereotipizálás. Tehát, aki úgymond rossz indulattal áll hozzá ahhoz, hogyha mondjuk egy lány többségében fiútárságban van, az hát, valószínűleg ennek a... Pikmigör vagy meg ilyen egy tögő. Igen. Igen, valószínűleg ez a mondás. Igen. Ez mit jelent, azt nem tudom, de... Urban Dictionary megtaláljátok, most nem fogom elmondani a lényegét. De hogy... Mindenki tudja, valószínűleg. De hogy, tehát hogy pont ezt érzem, hogy ilyen szempontból amúgy a nemi szerepeket még mindig a saját nemünkön belül kéne amúgy helyrehozni. Én azt hiszem, hogy a maszkulinitást azt nem a woke, meg nem a LGBTQ, meg nem a női, de nem a feminizmus fogja tönkretenni, hanem mi, amit így férfiként nem tudunk előre haladni. Mi fogjuk tönkretenni? Nem, hogy maga a férfiasságot és annak a helyreállítását toxikusról egy jó irányra, azt mi férfiak tudjuk megcsinálni, és úgy érzem, hogy a feminizmust azt így a csajoknak kell maguk között lebirkózni. Így van, csak hát valakinek el kéne indítania ezt, tehát hogy... Ez a GRDG podcast. És... komoly témákról beszélgetünk. Most pont. De. Kivételesen. Az mit jelent, hogy a nőknek a feminizmus maguk között kéne rendezni? Ezt én azt érzem, én inkább újabb... Girl power. Vagy Pisti, ez... Pont ez a hát, vagy példa, az jó vagy volt. Lányok arra, hogy lányok szuportálnak lányokat. Tehát ez olyan, hogy eddig az van, hogy a Kim Kardashian... Nem kívülről kéne megoldani valakinek amúgy ezeket a problémákat, tehát mint például a maszkulinitással való problémát nem valakinek kívülről kellene megoldania, hanem a férfiaknak amúgy össze kéne jönni, és megoldani amúgy belülről az ezzel kapcsolatos problémát. És ugyanez a nőknél ugyanez. Csak itt az a baj, hogy átesik a ló túloldalára mindenki általánosságban, és tehát, hogy ez félreértés ne essék, nem úgy kell kezelni, hogy akkor a másik nem ellen, hanem csak magunkért, és kész. Uh-huh. De hogy a másik rovására ne menjen. Aha. Igen, mert nekem nem tetszik ez a all men are pigs hozzáállás se, de a toxikus minden csaj egy kurva se. Így tehát, van. Tehát, hogy ezek ezt tetszik ez a gondolat, hogy amúgy ezeket valahogyan én azt gondolom, kéne. Hogy az all men are pigs és Andrew Tate és a férfiak problémája. És mind a kettőt nekünk kell megoldani, mert hogy Andrew Tate-tel nincs probléma. Az, hogy ez a világ ki tudott terelni egy ennyire sikeres embert ezzel, azzal van probléma, és amögé kéne ásni. De hogy ezt már szerintem elmondtam itt a két okos kapcsán is, hogy így valami ilyesmi gondolat. Ugyanez gondolom a feminizmus irányában is, hogy nem azzal van a probléma, hogy vannak lányok, akik hogy leülnek egy fiútársaságba beszélgetni, tehát hogy nem ott fog kezdődni a feminizmus, hogy mi azt mondjuk, hogy gyere, ülj be ebbe a társaságba, hanem szerintem azzal fog kezdődni, hogy így a másik oldalról szupportálják ezeket a lányokat. Az, hogy nem az van, hogy a háta mögött amúgy mekkora kurva valaki, vagy ugyanez, hogyha Instán kirak egy képet magáról, akkor nem tudom, azt mondják, hogy már megint first rappeli a first trap, meg nem tudom. Tehát így itt embereknek súlyos mentális küzdelmekkel megy keresztül ez az egész generáció. És azt érzem, hogy minden irányból a támadásokat próbáljuk kivédeni. És hogyha a férfiakat szupportálnának, és azt mondanánk, hogy igen, bazd meg, a férfiaknak is szükségük van arra, hogy mentálisan rendbe rakják magukat, jelentsen ez bármit. Igen. Aha. És azt mondanánk, hogy a nőknek is jelenleg ugyanúgy szarul állnak mentálisan, összességében szarabbul állunk szerintem, mint egy régebbi generáció, lehet, hogy azért csak, mert tudatosabbak vagyunk vele, erről nem tudom a számokat, de azt mondjuk, hogy igen, lányok, mi a lányokat szupportáljuk, és nem az lesz, hogy nagyon jó példa erre például, hogy az Avrilnek van a Girlfriend című száma, ugye a I don't like your girlfriend, you can do better, vagy valami ilyesmi a szöveg. You can get a new one. You should get a new one, igen. Tehát ez, hogy ilyen, ez nem egy
girl supporting girl. Tehát az, hogy, és hogy oké, ez teljesen oké volt 10 éve, de hogy igen. Ezt szerintem még nagyjából most is oké. Mert hogy a lányokat oldhatják a lányok, a fiúkat oldhatják a fiúk, le lehet egy kis megint buzi, másképp érted? Csapódik le, és pont emiatt, hogy ilyen helyzetben vagyunk jelenleg. Tehát, hogyha egy fiú old fiút, az megint más, mint hogyha egy lányot lány. Igen? Miért? Tök más. Tehát, hogy ti nem nálatok felfogható úgy, igen, meg nem veszitek magatokra. Te kis buzi. Nincs belőle sértődés, de közben tudjátok, hogy nem rendül bele a világ. És a lányoknál szerinted ez másképp van? Hát ott sértődékenység van, de nem csak viccből, hanem komolyan is. Tehát, hogy ott azért... Nem lehet, hogy azért, mert hogy én nem tudom, tehát, hogy a Krisz mondana rám valamit, vagy Pisti, vagy te, akkor így le tudnám azzal, hogy jó, érted, tehát ilyen kis ilyen izé... Lányok, de erről már beszéltünk, hogy érted, rosszul esne, tagadhatatlan, de... Ha komoly. Igen. De lehet, hogy akkor is, hogyha vicc. Lehet, hogy szarul esne. De mondjuk, hogyha... De fel kell oldani humorra. Tehát, hogy egyrészt az, másrészt meg, hogyha meg jogos a dolog, akkor gondolkozom el rajta. Én másnapra elfelejtem a dolgokat, tehát, hogy ez a... Hát, azt vettük észre, apji. Most call-out-olva vagyok? Ez egy intervention, hogy közbelépés. Ez egy full bújtatott call-out volt? Igen. Nem látod a kis kifüggesztőt? Ez érdekes egyébként. Igen, ezt erre fűztük fel, hogy ezt elmondhassuk, hogy api közbelépni. Igen, akkor a győzőgyes szavasz. Igen, api mindig felhozza, hogy beszéljük meg azt a témát, ami előző héten már volt. Igen. Ez gyakori. De hát ez ilyen. Nem baj, jó így. Köszönöm. Szóval még egy témánk, egy kicsit lágyabb vizekre elvezünk, egy kicsit gérdőgésebb vizekre elvezünk itt a szerelem témaköre után. Egészen visszarobogunk Ázsiába. És onnan is Vietnám a következő célpont, ahol api kedvenc témája volt. Ezt elvből nem én fogom felhozni ezt a témát, mert tudom, hogy rajtam fog csattani a poén, úgyhogy nyugodtan gyerünk, most már előmelegítettem a izét, úgyhogy gyerünk. Figyeljetek, volt egy cikk amúgy a Telexen, nem tudom, hogy olvastátok-e. Uh-huh. Vietnámban, ha jól emlékszem a cikkre, 165 centi alatti embereket nem vesznek föl, nem vagyok benne biztos, hogy férfiakat vagy nőket, tehát 165 centi alatti embereket nem vesznek föl most már pénzügyi szakokra, mert úgysem lesznek sikeresek benne. Azt mutatta ki egy felmérésük, tehát egy átívelő felmérés azt mutatta ki, hogy az alacsony emberek pénzügyben soha nem lesznek sikeresek. Ezért, hogy ezt megelőzzék, és ne menjen el amúgy fölöslegesen pénz az oktatásukra, föl se veszik őket az egyetemre. Hol is kezdjük be ez meg? Hú. Ázsiában hány vannak 165 centi fölött, ez az első kérdésem. Kevesen. Omlani amúgy a tehát én úgy éreztem magam Ázsiában, mint Michael Jordan, csak szólok. Tehát és... Lehet igen? Ezért szeretem ennyire? Itthon meg olyan vagy, bazd meg, mint a villó. Nem tudom, az kicsoda várja. Nem, vágod, ez egy Disney rajzfilmben egy törpe szerepelett. Ja, akkor jó, oké. De most az így nem jó, hogy el kellett volna. A hangsúlyból sejtettem, hogy nagyon alacsony bazd meg, de hogy nem tudtam, kiről van szó. Amúgy én még ehhez meg hozzátenném a másik oldalt, hogy én viszont amikor bemegyek amúgy az irodába, akkor a pénzügyi részlegen én kurva alacsonynak érzem magam. Tényleg? Igen. Igen. Érzed, vagy az is vagy? 2 méteres emberek vezetői pozícióban. Két méteres emberek. Ez lehet, hogy full igaz a módon. Ezen gondolkoztam. De összefügg, tehát hogyha magasabb... Jaj, nem akarok elmondani. Tehát, hogyha magasabb vagy, magabiztosabb vagy, jobb a kiállásod valószínűleg. Hamarabb emelszed meg a szamárlétrát, mert kettesével tudod lépni a lépcsőket talán. Leírom az átlag. A korporát ledőrt, bazzik. Leírom az átlag pénzügyi vezetőt. Jó? Jó. Ez szerintem, ez borzasztó sztereotípiák alapján, amiket egy nem reprezentatív réteg alapján szedtem össze. 2 méteres pali, iszonyat introvertált, szerintem a spektrumon van, nagyon OCD-s, geci okos, de nulla szveg. Ismertem egy ilyen embert, és pénzügyi igazgató volt egy multicégnél, regionális pénzügyi igazgató, és full leírtad. Ugye, bazzeg? Ugye? De, én ezzel röhögtem ezen a híren, amikor mondtad, és néztem, hogy ezt a fasságot, de most belegondoltam. Abba gondoltam, hogy rajta van a spektrum, hogy nulla humorérzéke van, de így néha így jó fejkedni, akkor is valami nagyon ilyen... Borzasztó. Ez egy honnan a faszomból jött. Nyugi, a magyaroknál bárki lehet ófaubés, szóval... Hát igen, ott nincsen magasság magadva. Nincs válogatás. Mert ugye azok nem is pénzügyi emberek, azok pénzügyi tanácsadók. Ja, bocsánat. De azért azok, az nagyon messze áll. És most egyszer el szeretném mondani ebbe a podcastbe, és nem vagyok hajlandó ezt még egyszer elmondani. Igen.
de 176 centivel nem érzem magam azért olyan orbitálisan alacsonynak, bazd meg! Jó van, Krisztián, hát ez a veszélyt, Krisztián. Miért rám nézel közben? Mert te szoktál basztatni, bazd! Te mondod azt, hogy nem lehet látni, bazd meg. Én is alacsony vagyok, 186 és fél centi vagyok, az érted, nálam sokkal magasabb emberek is vannak. Na jó, bazd meg. Pölő a Fanni. Most jól megvédtem magam. Ez szép volt, Krisz, szép volt, aki. Na menjük. Na de miért? Miért nem lehetnek? Tehát oké, kutatás hát, van róla, én értem, igen, de hogy volt, fejtsük meg. A kutatást olvastad? Vagy? Nem néztem bele a kutatásba, de ugye az a lényeg elvileg, hogy eddig sem kerültek bele amúgy ezek az emberek abba a poolba, akiket kiválasztanak ezekre. Tehát, hogy eddig csak sem a magasságot vizsgálták, vagy volt másféle? Azt nem, ezzel így nem emlékszek. Ez egy jó kérdés. Tehát, hogy lehet, hogy puszta véletlen, érted? Ja, puszta véletlen. De nem lehet puszta véletlen amúgy, hogyha csinálsz egy széles mintavételt amúgy. Tehát, hogyha egy jó, széles... de a mintavételben hány tényező van? Mi szerint vizsgálják? Hát milyen? Abban, hogy abban a pozíció, tehát, hogy a pozíció, tehát amik a pozíciókat, amiket vizsgáltak pénzügyben. Mm. Mondjuk igen, elég komikus, tehát, hogyha lefelé kell nézned a főnöködre, az már nem egy jó... benyomás, nem? Na de ez nagyon durva. Ez nagyon durva diszkrimináció, nem? Tehát azért az... Nem, nyomjunk, mert hogy amúgy nyilván ez az érzés keltődik az ember. Csak hogy amúgy... Ez egy safe space, Fanni. Csak mi vagyunk négyen, meg a 6000 hallgató hetente. Tök oké. Csak én azt mondom, hogy próbálom megkeresni, hogy hát ha kicsit kibontják ezt a kutatást, de hogy akkor... Tehát hogy egy az, hogy meddig mehet ez el... Hogyha csinálsz egy 10.000-es mintavételt mondjuk, és nulla ember van benne 165 centi alatt mondjuk, most csak mondtam a számot, tehát hogy akkor valószínűleg amúgy... Valószínű, nyilván. Tehát hogy érted, akkor így csináltál egy tényleg egy széles spektrumú mintavételt amúgy a piacon, és ezt a vizsgált értéket is senki nem ér, vagy ez alatt senki nincsen, akkor... Nézni kell, hogy kik vizsgálták egyébként, tehát hogy van, ahol a populáció, tehát a mintavétel, az mondjuk 10 emberből áll. Hát ja, meg, milyen hivatalos ez a kutatás? Ja, az nem hivatalos kutatás. Úgy. Hát meg, hol volt ez? Vietnámban volt? Vietnámban. Tehát, hogy ezek azért ilyen, hogy is mondjam, érted? Nem a tudomány csúcsa. Kamerában nézek, hogy mondtad szépen, hogy Vietnám nem valamilyen diktatóriális kommunista állam Vietnám? Azt nem tudom, hogy diktatóriális, de kommunista, az biztos. Igen. Na csak az, hogy... Nem feltételezek semmit tényleg az államról, nem tudok róla sokat. Lehet a csúcsa. Csak hogy... Tehát ennyire számít a gülcsény amúgy tényleg. Tehát, hogy volt már olyan főnökötök, aki alacsonyabb volt? Én azt mondom, hogy valószínűleg Lajos királyt nem nagyon érdekelte a magasság. A magasabb trónra ült, és kivégezte onnan az ember. Tehát, hogy így bazdmeg, hogy főnök vagy, akkor alacsonyan is tudjál már diktálni. Azért voltak magas sarkok amúgy a férfiaknál, szóval... Amúgy. Magas sarkú, amúgy igen, az igen. Hiszen, elég, én azt vissza is hoznám amúgy, szerintem elég gizdelen. Igen, nem sarkúban lennénk. Ezt visszalem. Ott van, ahol a helye van. Nagyon gizdelen lenne amúgy a férfiaknak, meg aki így lehetne magas sarkúja. Mi, a gizdát? Nem, hogy le fog esni, meg hogy ott van, ahol a helye van. Ja, én arra gondoltam, hogy mert a zord üdítő, az trash. Szóval, szerintem geci gizda lenne, hogyha visszahoznánk a magas sarkút a férfiaknak, de ez egy másik téma. Igen, erről már beszéltünk megint csak, amit szintén elfelejtettél szerintem. Fanni, biztos, hogy nem beszéltünk róla, és ezt már megint elmondom, hogy szerintem ezt most engem így be akartok gaslightolni itt, hogy így ezek így már megtörténtek. De hát milyen más dolgokat lehetne még kutatások alapján? Például a programozók nem lehetnének 100 kiló alatt, mert kiderült, hogy a jó programozók azok igazából 100 kiló fölött kerülnek. Megvizsgáltunk 100 000 programozót, és rájöttünk arra, hogy így, akinek nem a nyakán nő először szőr az életében, abból nem lesz jó programozó. Azt is észrevettük, hogy a fedórás emberek sokkal többet dolgoznak éjjel. Így van. Mindenki nagyon PC, de ezek az államok így... Nem, ezek teljesen unhinged. Árral szemben. De helyes, ezt így kell csinálni. Mit írtam bele a chatbe nektek? Ne lehessenek férfi HR-esek, azt mondom, ilyesmi. Hát elég... Geciklépik. Igen, a kutatások... Krisztiánt többszörösen savazzuk. Te HR-t végeztél? Ja, de hát... Nem dolgoztál benne. Egy percet nem dolgoztam benne. De nyugodtan, tehát, hogy... Nem akarom Kriszt savazni. Barátom. Egy kicsit jobban úgy elfogadja, engem nagyon érdekel, hogy ez miért lehet, bárcsak, de hogy egyébként még olyan tényezők vannak, ami szerintem sokkal egyértelműbb, mint a magasság, hogy mondjuk szépség. Tehát, hogy például kopasz. Tehát, hogyha egy halmozottan hátrányos helyzetű ember, mondjuk ebben a tekintetben, tehát mondjuk Vietnámban, egy alacsony, csúnya,
nagy darab ember, az tényleg valószínűleg borzasztó esélyekkel indul, mondjuk egy... Minden, azt hiszem, borzasztó esélyekkel indul minden. De most Ázsiában összességében ott például így általában nincs munkanélküliség. Tehát, hogyha összetudsz dobni bazd meg egy sült krumplit, akkor te már csinálsz sült krumplizót, és nem kell számláznod, nem kell semmit se csinálnod. Tehát, hogy valószínűleg nem a corporate ladder tetejét fogod megjárni, de hogy amúgy szerintem nem olyan nagy kérdés ez, hogy mint azt gondolnánk. Tehát hányan készülnek? Tehát mondjuk hány embert érint most ez a ez a jelenlegi szabályozás, hogy 165 felett? Itthon például, itthon a 10 milliós országban ez a szabályozás körülbelül olyan 15-20 ezer embert érinten amúgy évente, akik szerintem mennek pénzügyi szakokra. Hát meg itt nem is arról van szó, hogy hány embert érint pont ez, hanem az, hogy ezzel tehát korlátozzák a szabadságot, ez felháborító. Ezért én utcára mennék. Én utcára mennék az alacsony honfitársaim pártján. Itt nincs itthon szolidaritás, itthon senki nem menne utcára. Meg itthon senki nem abban helyezkedne el, amit tanult. Tehát, hogy... Lehet. Azt is nézzük. Már látnám a vadhajtáson, hogy a melletek háborognak, bazd meg. Tehát amúgy, szerintem úgy... Tűcikéznek a törpék. Hány centi lehet az Orbán? Nem, nem, nem. Hát az öltönyében kisebbnek tűnik, az biztos. Hiszem akkor, amit Rob Schneider. Lehet, hogy egy Rob Schneider egy izőben, egy áruhában. Amúgy erről beszélhetnénk globálisan is, tehát nem csak Vietnámban, hanem mondjuk nézzük meg azt, hogy mondjuk, hogy nem Joe számít Biden a külső, és igazából nem számít, hogyha nem tőle akarsz gyereket, érted? De ugyanakkor meg kell azt nézni, hogyha mondjuk én smink nélkül megyek be a közértbe, lehet, hogy nem úgy mennek velem, mint hogyha sminkben mennék be. Fanny, most szerinted ez más. És hogy a szebb emberekkel... Ja, pretty privilege az van, ez egyértelmű. Ez egyértelműen van, igen. Orbán amúgy 174 centi. Alacsonyabb nálad Orbán Viktor, Krisz. Mi a fasz? Netszó volt. Netszó! Közel volt az öreg. Almost. De én nem tudom megpuszilni a homlokát így kényelmesen. Én szerintem meg tudnám. Hát szerintem te még rá is tudnád az álladat tenni a fejére. Big Shaq miért nem pénzügyi vezető? Big Shaq az full, hallod, olyan bizniszei vannak, Shaquille O'Neal-nek amúgy, hogy beszarná. Igen. Most Big Shaq-ről beszélünk, vagy Shaquille O'Neal-ről? Ja, én Shaq-ről beszélek. Jó. Ki az a Big Shaq? Dingoz. Grará. Oh. Pum. Ja, Shaquille O'Neal-re gondolom. Rohadt magas. Ő is egy, csak azért, mert néger, api bassz. És egyébként, nem hát ugye amúgy itt, igen, ugye elértünk a legaktuálisabb témához, mert hogy ugye ez meg, az meg egyébként szerintem a legkeményebb diszkrimináció, ami faj alapján van. Tehát, hogy az, hogy szerintem abszolút. Ez a Disney-s dolog is? Vagy szexuális orientáció alapján. Tehát, hogy ez a kettő az, ahol szerintem, hogyha meglát valamit az interjúztató rajtad, ami az ő, hogy is mondjam, gondolkodásával szembe megy, akkor kész, vége. Ugyanúgy nem látok, én ezt utána mondtam már többször is, hogy engem ez zavart, mikor irodába mentem először, hogy nem látok roma embert, mert így nem értem, hogy hová mentél, hogy miért is. Irodába, amikor irodába kezdtem dolgozni. Erről szerintem én ezt felhoztam, Pisti, és ehhez kapcsolódnék hozzá. Én szerintem ezt lehet, hogy pont az előző részben hoztam fel, hogy engem kifejezetten zavar amúgy az, hogy amikor valaki azt mondja, hogy persze, mi mindent elfogadunk, mi mindent fölveszünk, mi mindent, minden okés, és aztán bemész az irodába, és ugyanazok a az formák, igen, ülnek, mindenhol, igen. Tudod. És így egyértelműen nem. Tehát, hogy igen. Ami én azt utálom, itt megint előjön az, hogy én azt utálom, amikor valaki átmond és B-t csinál mellé, érted? Tehát mondjátok, oké, bazd meg, nekem teljesen oké, mondjátok azt, hogy nem vesztek föl romákat, mondjátok azt, hogy nem, persze, hogy nem okés. Csak azt mondom, hogy akkor mondjátok azt, hogy nem vesztek föl romákat, melegeket, alacsonyakat, csak akkor mondjátok ki, bazd meg. Hogy tudjam már, bazd meg, hogy melyik kategóriában nem illek bele, érted? Igen. És azt mit gondoltok arról, hogy rendőr nem lehet szemüvegesen például. Jaj, ugyan már. Hát most már biztos, hogy mindenki lehet rendőr. Tehát annyira rendőr hiány van, határvadász. Hogy a két éves képzést azt hiszem évre csökkentett. Én maga a közszolgálatin gondol magára arra, hogy... Ja, úgy más. Hogy nem járőr, hanem... Felvételinél... Mit közd meg a szemed?
Én már megműtettem. Nem neked mondom, általánosságban most. Nem meg... hozzád beszélek, hanem a nagy, nagy izéhez beszélek, érted itt a buborékhoz. Értem, hogy most már ezt meg lehet oldani, de hogy szerintem ez egy olyan fajta... diszimináció. Mivel másabb az, hogy azt, mivel másabb az, hogy azt mondják neked rendőrként, mit rendőr akarsz lenni, nyomozó mondjuk. Ilyen nem történne meg, de folytas, Krisztián, kérlek. Hogy neked meg kell műtetned a szemed ahhoz, hogy te oda bekerülje. Aha. Mint ha azt mondják, hogy így, ja persze, felveszünk hozzá, ezt ne csak mutasd meg a mellett. De ez olyan, mint hogy valahová invitáltak egyébként, ahová nem feltétlenül akartam menni, munkahely. És azt mondták, hogy gyere, tök jó lesz, tökre megfelelnél, csak kék volt a hajam, és festesd át a hajad. Uh-huh. Átfestettem. Nem. De jó, de jelzik, akkor éppen értem. Ennek hatására még azt mondtam, hogy basszus, csak azért sem. Ez nem, real. Nem gondolod. Tehát, hogy... Ez teljesen real. Ezzel én is így vagyok egyébként. Ha azt mondanák, hogy ezt most nagyon komolyan kell venni, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy hát akkor hogy gondolkozunk. Hát de figyeljetek. A business casual az lehet elég, szabadon értelmes. Szabados, igen. Mondok nektek valamit, Fanni, Pisti, ez még mindig jobb szerintem, hogy ezt mondták nektek, mint hogyha csak szimplán amúgy így azt mondják, hogy Igen. És amúgy ez real, ez tényleg ez így ez, van. Ez szerintem full jó, hogy elmondták, igen. Hogy figyelj, Fanni, te egy kurva jó kendirét vagy amúgy erre a pozira, tök jó lennie, de át kéne színezned a hajadat amúgy valami más színűre, mert amúgy találkozol ilyen meg ilyen emberekkel, és akkor ez a haj nem okés. Yeah. Amúgy... Jó, ezt én amúgy értem, csak akkor ne hívjam. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy... Hát lehet, hogy azt gondolták, hogy így tudod. Igen, hogyha te amúgy éppen egy... Ez volt az első próba. Chapter váltáson vagy az életedben, akkor lehet, hogy bevállaltad volna, és akkor tökéletes kendirét lettél volna. Ennyi, tényleg. Hát nem. Még pofátlan egyébként. Tehát, hogy hát, amúgy megváltoztatni magadon valamit, ami lehet, hogy az identitásod. Igen, de most nem egy melműtét a haj átfestése. Tehát ez se perc alatt megvan, nem azt mondom. De hogy ugyanúgy, érted? Hát meg nagy döntés azért. Meg hogy api, mondjuk vágass le a hajad. Pont ezt akartam, hogy mondani. Egy munka miatt soha nem válogatnám le a hajamat. Na, de én ugyanígy vagyok amúgy bármivel, tehát hogyha úgy kéne öltözködnöm, tehát hogy uff, mondjuk nekem könnyű beszélni, mert én a magam főnöke vagyok, de hogyha például nekem amúgy valamilyen, valahogy máshogy kéne öltözködnöm, amúgy egy találkozóra, valamelyik nap így mentem el egy találkozóra, amúgy, de hogyha valahogy máshogy kéne öltözködnöm azért, mert hogy így impresszelnem kéne őket, akkor így, ha nem akarnak velem bizniszt csinálni amúgy így, akkor teljesen mindegy, hogy egy inkben meg egy nyakkendőben mentem volna amúgy a találkozóra. Mert akkor sem mondtam volna amúgy mást azon a találkozón, akkor sem adok valami más árat. Jó, azért én értem, hogy számít. Ja, persze. Engem nem érdekel az miért felöltöznél normálisan. Szóval van az a pénz egy üzletnél, ahol miért felöltöznél normálisan. Nyilván. És lehet, hogy van az a pénz, amiért átfestem meg a hajad. Nincs az a pénz, amiért meg tudod nőni még is. De azért ez elég szorul, hogy megveszik az elejét. Nem volt annyira kecsekültő az ajánlat, ezt tegyük hozzá. Na, igen. Nem volt jó az igen, de így hogy, egész a sztori. De hogy, inkább azt mondom, hogy ugye ezeknél a felső, tehát azoknál a bizniszeknél, ahol tényleg nagyon nagy pénzek forognak kockán, ott már így nem akarsz egy pici bizonytalanságot sem adni a másiknak, és ezért ez ilyen nagyon steril, olyan, ahogy így drága öltöny, drága óra, jól belőtt haj, jó illatod van, friss, hiszem a borosta is olyan, hogy így netszó néhány helyen. Ez 200 millió alatt ebben nem nyúl, tehát hogy ez 200 milliós, ez most így az összeget gondoltam át, tehát hogy ilyen 200 milliónál húznám meg a határt, ami fölött így elgondolkoznék azon, hogy akkor most itt vegyek egy drága órát föl, vagy... Igen, hogy felhúzom-e a slitszemet 200 millió alatt. Hát csak azt mondom, hogy most... Tehát, hogy nem fizetett ki a csomagot. Tudod, most így kell itt megpúzni egy összeget, akkor én azt mondanám, hogy ez egy 200 milliós üzletnél, azt mondanám, hogy jó, akkor lehet, hogy fölveszk egy szövetgatyát, meg egy inget ehhez a talihoz. Csak azt mondom, hogy én nagyon magas szinteken, amúgy szerintem ez nem kérdés már, hogy ott hogy jelensz meg. Ott már az se kérdés, hogy most te... Találkoztunk egy faszival, német üzletember volt, és mondta, hogy így, ameddig nem jött be a Covid, addig neki teljesen normális volt az, hogy minden héten most felszel a repülőre, és egy órás meetingért átutazik Dániába, vagy a faszon tudja hova, és hogy így mondta, hogy annyira örült, hogy bejött a Covid, mert így normalizálta ezt az online kommunikációt, és hogy azért ilyen teljesen elképzelhetetlen lett volna neki, hogy olyan szinten megsérted az ügyfelet, hogy így lehet, hogy nem tiszteled meg azzal, hogy elmész. Tehát itt már ilyen dolgokon kell agyalni, és nem feltétlen azon, hogy... Én szívesen megjelenek. A hitelesség a kérdés nyilván. Ha? Ja, hitelesség? Uh-huh. De én amúgy nagyon szívesen megjelenek élőben meetingeken, amúgy én szétadom az élő meetingeket. Uh-huh. De hogy így
inkább az, hogy így, tudod, így az identitásomon nem akarok változtatni az üzletet. Ja, miért? Persze, értem. Igen. Én azt érzem, hogy nekem az az irány az nagyon tetszik, hogy mondjuk ilyen környezetben azt csináljunk, amit akarjunk. Nézz úgy ki, ahogy tényleg legyen egy Fortnite lobby, bazd meg a shareholder meeting, érted? Tehát, hogy kurva jó lenne, bazd meg. Viszont ez... Billie Eilish skinben. Viszont megint csak... full Lidl összetben, nem tudom, láthatok az új Lidl összeteket, ilyen bőrövű nadrág, nagyon menő. E-footballba fogom nyomni szerintem. De hogy amúgy megint csak volt egy rész, 2-3 részre ezelőtt, ahol csak erre tudok gondolni, hogy ott is ezt beszéltük, hogy viszont kicsit úgy érzem, hogy amúgy ezekkel a túltolásokkal, mint a, és ez most lehet, hogy nagy lépés lesz egy más irányba, de hogy a fekete kishablány, az pont ezt a jódat veszi el. Hogy, hogy ne legyen ez a vége. Ne legyen az a vége, hogy te még a végén amúgy, ha eltérsz az átlagtól, akkor is juthass akárhová a világban, mert hogy annyira nevetségesé teszi azt, hogy így nézd, odarakunk egy random karaktert, ahol nem kéne, hogy már nem is próbálsz ebbe belegondolni. És úgy egyvel, hogy na jó, hagyjuk már a fazon, menjünk már kicsit vissza a konzervatív irányba. Lehet, hogy ez a céljuk. És lehet... Hogy lehet, hogy ez a nagy cél. És, van egy, és most bennem ez megint ez a beszélgetés, ezt erősítette meg. Hogy amúgy, hogy nem akarják. Hogy ez működhetne, lehetne ez. Abba az irányba haladunk szépen lassan, szerintem mondjuk itt Európában, hogy így lazábban is élhess komolyabb életet, úgymond. Ne az ilyen fasságokon akadjunk fent, hanem nézzük a fontosabb dolgokat az életben, és az, hogy attól még lehetsz a társadalomnak egy fontos része, hogy te mondjuk szét vagy tetoválva. Igen. És csak egy film. És ugye ez pont abból az irányból megy el, és amúgy itt csatolnék akkor vissza az egésznek az elejére, hogy nem az alacsony embereket zárjuk ki a pénzügyi életemről, mert az a teljes középkor, az a teljes ellentéte, tehát hogy amúgy Vietnámban az meg... Pont őket zárjuk ki a pénzügyi. Tehát a Vietnám éppen pont őket zárja most kérte. Az határozottan az egy borzasztó irányba. De te nem válasz velük közösséget, nem? Nem, persze. Nehát. Csak nehogy ebbe az irányba induljunk el, mert az meg megint nem jó. Tehát, hogy amúgy fuck it. Hanem akkor... Tehát, hanem mi alapján? Mert mondta, hogy ne az alapján. Hanem hogy valahogy el kell vonatkoztatni ettől az extrém lófaszol, ami rossz példát mutat nekünk itt a sok fűséggel kapcsolatban. Volt ez a business beszélgetés, az nem pont ide jön? Hogy a kilíkelte valaki az egyik randiról a Disneynek a... Disney Vice Rezóval. Az igen, az ugyanez. És mi volt a sztori? Oh, nem hallottad, te nem voltál itt? Spill the tea. Volt egy csaj, ezt beszéltük adásban? Beszéltük, amúgy. Nem volt? Nem volt. Volt egy csaj, körülbelül 3 hete volt, vagy lehet, hogy már egy hónapja, csaj elvileg randizott egy Disney vice presidenttel, és fölvette a videóra amúgy a randiát a csaj ilyen, tudod, ilyen lesízéből. Creepster, igen. Elég creepster, igen. És igen. A vice presidentet kérdezgeti egy ilyen csomó mindenről, így ez valami kávézóban történik az egész, és a fasz így olyanokat magyaráz amúgy a Disneyről, hogy csak a bőrszínük miatt nem léptettek volna valakit elő, mert hogy nem illik bele abba a képbe, amit elképzeltek amúgy abba a pozícióba, és hogy ez többször megtörténik, vannak kulcsszavaik arra, hogy hogyan küldjék el a HR-eseknek, hogy ki, milyen rosszú embert szeretnének, hogy így we are not looking for the usual suspects for this role, és akkor az már lehet tudni, hogy nem fehér embert keresnek erre a role-ra, erre a pozira például. Tehát ez ugyanaz az irány, mint a vietnámi. És hogy kezdenek így összeállni. Aztán lehet, hogy amúgy kezdünk egyre szélsőségesebb podcastével, hogy 4-en beszélünk, mindenki egyetért mindenkivel, és akkor így nincs egy ellenhang, hanem csak igen, szóval fel kell gyújtani amúgy az egész nézőszékára. Jövő héten nem egy alufólia csákóba fogok megjelenni, hanem egy ilyen alufólia maszkbamba. Robot ember. Robot. Hogyha nézitek ezt az adást, most már érkeztünk az adás végére, sajnálom, hogyha bennetek maradt bármi, de majd jövő héten kiadhatjátok magatokból. Ha ezt az adást akkor nézitek, amikor kijön, akkor gyertek még le a fotra, mert még egy másfél napig találkozhattok velünk, úgyhogy ma vagy holnap gyertek le. Oh, yeah. Ezen felül kövessetek be minket YouTube-on, Patreonon,
és jövő héten ismét érkezünk. És léci, amúgy így írjátok meg a témákról, hogy mit gondoltok a... A szerelemről. Mit gondoltok a szerelem első látásra témáról, a kötött idejű házasságról, illetve a hármasozásról egy prostival. Hát nem tudom. Nice. Erre nem vagyok kíváncsi. Én keresztény konzervatív vagyok. Akkor arról ne írjátok meg. Engem érdekel, írjátok meg. És hogy milyen pozícióban vagytok, és hány centiméterek vagytok magasságra? Kutya pozícióban vagyok. Kutya pózban. Kutya pozícióban vagyok, 12,5 centiméter. Köszönöm, voltam.